Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itdfresh.hu-ról, előttem pedig a G-Smart Guru G1-es telefonkészülék látható. Amit nagy vonalakban tudni kell róla, hogy egy 5 szolos kijelzőt kapunk a Guru G1-el, benne pedig egy quad-core processzor van, ez pedig MediaTek SoC-ra alapul, egy MT6589T jelölésű processzorunk van, a T az a turbónak a jelölése, 1,5 GHz-es órajelen pörög a processzorunk. A kijelzőnk, mint már mondtam, 5 szolos, IPS, és ami nagyon érdekes, hogy Full HD felbontást kapott, ami 1920x1080 pixelt jelent. A memóriánk, a belső memóriánk, ugye nem 1 GB a megszokottak szerint, hanem 2 GB belső memóriát kapunk, ami azért elég jó teljesítményt követel, illetve várható tőle. És a belső tárhelyünk az pedig 32 GB, amennyiből már valamennyit lelak az Android, szóval a cikkben a képeken láthatjátok, hogy mennyi az elérhető, mert így fejből most nem tudom, de a cikkben benne van. Szóval nem kell bővítenünk, mert van benne azért tárhely 32 giga, de nem is bővíthető. Szóval ez egy fájó pont is, meg nem is. Azért lehet, hogy én örülnék, hogyha még bővíthetném a 32 gigámat. Egy normál SIM-ünk van, szóval nem dual SIM-es telefonról beszélünk. Van Wi-Fi-nk, Bluetooth-unk, GPS-ünk, ugye 3G kapcsolat megoldott. Van egy előlapi kameránk és egy hátlapi, az előlapink az 5 megapixeles, a hátlapi pedig 13 megapixeles kamera villanófénnyel. A súlya az akkumulátorral együtt 158 g, szóval nem mondható nehéznek a telefon, inkább azt mondom, hogy ilyen kényelmes telefon súlya van, amikor a kezembe veszem. Az akkumulátorunk az pedig egy 2500 mAh-es akkumulátor, ez a Full HD felbontáshoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó készüléknek ígérkezik, így ahogy fogom a kezemben, nagyon-nagyon-nagyon jó a fogása, szépen-szépen itt az élek szépen meg vannak oldva, kényelmes, itt láthatók a funkciógombok, ugye a menü, a home és a back gomb, ugye fölül láthatjuk az 5 megapixeles előlapi kameránkat, hangszórót. Hogyha a hátlapot megnézem, akkor láthatjuk a 13 megapixeles hátlapi kameránkat, a villanófényt, a G-Smart feliratot, és láthatjuk, hogy az ilyen fémborítást kapott a hátlap. A tetején van ugye a micro USB csatlakozónk, ugye a számítógépes csatlakozáshoz, vagy a töltéshez, és egy audio, egy fejhallgató csatlakozónk van. Ami kicsit fura, de aminek én valójában örülök, hogy itt a bal oldalon, a bal kezemnél, itt a hüvelykujjamnál, mivel én bal kezzel fogom a telefont, itt kaptam meg a bekapcsoló gombot a készülék, és itt kaptam meg a hangerőszabályzót, ugye a felfelé és a lefelé hardware-es hangerőszabályzót, meg a bekapcsoló gombot itt kaptam meg a készülék. Ennek én kifejezetten örülök, mert jobban kézre esik, mint hogyha ide föl kéne nyúlkálnom. Meg itt nem is akad bele a kezem semmibe, de aminek viszont nem örülök, két dolognak nem örülök a készülékkel kapcsolatban, az egyik az, hogy nem tudom levenni a hátlapját, mert egy beleragasztott akkumulátort kapunk ezzel a 2500 mAh-es akkumulátorral, és nem tudjuk cserélni. A másik pedig az, hogy nem is tudunk SIM-kártyát úgy belerakni, csak egy SIM-tűvel, amit itt láthattok, ezt a dobozban kapjuk, egy ilyen SIM-tűvel tudjuk kivenni a SIM-kártya foglalatot, és úgy tudjuk behelyezni a SIM-kártyát, a normál méretű SIM-kártyát. Nekem ez azért fájó pont, mert nem tudok akkumulátort belevenni, és akkor kicserélem, hanem akkor valószínűleg el kell vinnem egy szakszervizbe, és ott cserélik nekem ezt az akkumulátort, ha cserélik. Igaz, mellette szó, hogy 2 év a jótállás, de általában 2 év alatt nem megy tönkre egy akkumulátor, az azért hosszabb idő. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy jó kis telefon, ugye Full HD felbontást kapott, hogyha bekapcsolom, akkor megnézzük mindjárt. Kicsit már össze van tapicskolva a kijelző. Lehet, hogy éppenséggel le is vagyunk merülve. Jó, akkor majd mindjárt töltőre teszem, és meg fogom nektek mutatni. Addig is, amíg töltőre teszem, megmutatnám, hogy a SIM-et hogy lehet berakni. Valójában ugye mutattam nektek a SIM-tűt, hogyha lerakom ide a kamerát, akkor megmutatom nektek a SIM-tűs dolgot. Ugye az a G-Smart Guru G1-es készülék.
Ugye itt van a bekapcsoló hangerőgomb, és itt van nekünk ez a SIM-kártya nyílásunk, úgymond ehhez kaptunk egy kis SIM-tűt. Mondjuk ezt egy gamekapocsal is meg lehet oldani, és ide a lyukba kell belenyúlni ezzel a SIM-tűvel, és hogyha itt belenyúlsz, akkor itt tudod kihúzni a SIM-kártyának a foglalatát, és így itt látható ez a kis levágott rész, így lehet belehelyezni a SIM-kártyát. Ez nekem nem egy díjnyertes megoldás, ugyanúgy, ahogy a cserélhető akkumulátor sincs benne, de ennek ellenére majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan működik a készülék, meg bővebben is beszélni fogok nektek róla, hogyha feltöltöttem. Varga Tamás voltam az itfresh.hu-ról, a kezemben pedig a G-Smart Guru G1-es 5 szolos Full HD felbontású telefonkészülék. Sziasztok!